Négy éve díjazzák a kiemelkedő sportteljesítményt nyújtó sportolók és edzők, valamint a művészeti, kulturális, tudományos területen maradandót alkotók munkáját Szekszárdon. A Babits Mihály Kulturális Központban szervezett ünnepségen azon személyek, egyesületek, szervezetek kapták meg idén is a Szekszárd büszkeségei elismerést, akik hozzájárultak a város hírnevének öregítéséhez. Így például a 15 éve működő Iberikán Tánc Egyesület versenyzőinek az országos helyezéseket szerző sportolóit is díjazták. Már nem az első díjazásunk volt, azért a gyerekek nagyon szépen teljesítenek az elmúlt jó pár évben már. Ezt a díjat, ezt a 2018-as országos minősítéseinkért kaptuk. Természetesen előtte lévő évben nemzetközi versenyekért, országos versenyekért nagyon sok díjazásuk van a lányoknak évközben, ugye reméljük ez 2019-ben is így lesz, vagy 20-ban, mert ugye 19-ben már ugye Európa Kupa győztesek is lettek, úgyhogy ez majd gondolom ennek az évnek az a végén fog kiderülni egy ilyen díjazással. Hát az Iberikán Tánc Egyesület az közel 120 gyerekkel működik, 3 korcsoportunk van, ez mellett ugye szabadidős tevékenységbe kardiodenszel foglalkozom, plusz esküvő táncok, úgyhogy elég széles a repertoárunk, nagyon sok a lány inkább, ugye fiú kevesebb táncol, nálunk is azért 7-8 főben merül ki a fiúk tevékenysége, ugye itt a műsorban is lehetett látni, hogy egy szem fiatal emberünk azért el tudott jönni. Ugye most nagyon ügyesek, ráadásul a nagy korcsoportunk az, ami most ugye akár nemzetközi, vagy akár országos minősítésen nagyon szépen megállják a helyüket. Modern táncban foglalkozunk, ugye ez azt jelenti, hogy hip-hop, show tánctól kezdve a funkig, mi mindent, ami modern tánc, és azon is belül inkább a dance-esebb dolgokat táncoljuk. Kiemelkedő sportteljesítményt elérők mellett a művészeti és kulturális területeken maradandót alkotók, így például a szekszárdi Garai János Gimnázium kórusát is díjazták. A gimnázium alapítványának működésében egy jelentős mozzanat az, hogy bizonyos művészeti pályázatokra csak az alapítvány tud pályázni, intézményünk intézményként nem, vagy teljesen más formában, és ezért van az, hogy nem az iskola, hanem az alapítvány került díjazásra, egyébként a Garai János Gimnázium égisze alatt működő, és természetesen az ő tagjaiból álló lánykar révén, Noszladi Judit karnagy kolléganő vezetésével. És nagyon úgy néz ki a helyzet, hogy ez a pályázati rendszer, ez a továbbiakban is fenn fog állni. Ez azért jó az énekkarnak, mert nem csak bizonyos rendezvényekre tudnak a pályázati támogatások által eljutni, hanem rengeteg az énekkar működési feltételeit biztosító eszközökhöz tudunk hozzájutni, ezáltal például a lányok ruháját is ilyen módon tudjuk megvaratni, beszerezni, hogy legyen egységes megjelenése a kórusnak. Tehát elsősorban erről szól a pályázati égisz alatt történő működtetés, és természetesen vannak további tervek is, éneklő ifjúság hangversenysorozatban további minősítések megszerzése, amelyek az előző évek során is már 2 éve megtörténtek. Bízom benne, hogy az idén is sikerül minősülnie a kórusnak, úgyhogy ezek alapvetően a tervek, erről szól az alapítványnak a közreműködése az énekkar további terveihez. A díjazottak pozitív tulajdonságai mellett fontos szerepe van annak a családi háttérnek is, amely biztosítani tudja az ehhez szükséges megfelelő feltételeket, mondta Ársezső polgármester köszöntőbeszédében, majd felhívta a figyelmet a díj hiánypótló szerepére. Amikor átvettük a város irányítását, találkoztunk azzal, hogy van a mecénás tehetséggondozó alapja a városnak, nagyon szűk mezsén enged mozgásteret nekünk. Úgy gondoltuk, például a világverseny nem tudunk elismerni. Úgy gondoltuk, hogy ezen változtatni kell, és nagyon sok olyan szexuális tehetséges fiatal van, aki sportban, művészetben, tudományos munkában, gyakorlatilag a verseny kereteket túlfeszítve egy kicsit, nagy teljesítményt ér el, és azért találtuk ki ezt a Szexuális Büszkeséget címet.
úgyhogy idén egy célra osztottuk ki, közel 400 fő részére kerültek átadásra a díjak. Ez pedig azért fontos, mert szeretnénk azt üzenni a fiatalok felé, illetve nem csak a fiatalok felé, hanem a teljesítők felé, ezt mondom, mert ez kortól függetlenül, nemtől függetlenül így van, hogy a város figyeli azt a teljesítményt, amit a szexárdiak nyújtanak bármilyen területen, és nem csak figyeli, hanem szeretné is elismerni, és ezzel is szeretné egy kicsit ezeket az embereket, fiatalokat, idősebbeket jobban a városhoz kötni. Azt gondolom, hogy főleg fiatalok kaptak díjakat, az ő számukra pedig azért nagyon fontos, mert a gyökerek, a tradíció nagyon fontos a város, és az ő számukra is azt gondolom, hogy az ilyen díjak, mint a Szexárd Büszkesége díja, ami azt gondolom, hogy anyagiakban nem egy nagy valami, de végig egy közösség elismerése, ez megmutatja azt, hogy a város megpróbál mindent megtenni annak érdekében, hogy a szexuális fiatalok kiteljesedéséhez szükséges feltételeket megteremtse és segítse. Az ünnepségen 98 díjazott részesült elismerésben 17 csapat és 20 felkészítő. Ez mintegy 400 főt jelent.